tornaszoba épült az Ömböly óvodában. A közel 60 millió forintos beruházás során több helységet is kialakítottak, valamint energetikailag is korszerűsítették az épületet. Tehetséggondozás. A Nyíregyházi Egyetem kedvezményekkel segíti a hátrányos helyzetű diákokat. A Magyar Kultúra Napja. Kölcsey Ferenc 196 évvel ezelőtt, január 22-én fejezte be nemzeti imánkat Szatmárcsekén. Közel 60 millió forintból tornaszobával bűvült a nyírbélteki Gyöngyszem óvoda Ömbölyi tagintézménye. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A beruházás keretében az új tornaszoba mellett kialakítottak egy orvosi és egy logopédiai foglalkoztató szobát, valamint egy akadálymentes mosdót is. Emellett megtörtént az óvoda teljes épületén az energetikai korszerűsítés is. Jelenleg 14 gyermek jár a nyírbélteki Gyöngyszem óvoda Ömbölyi tagintézményébe. Az óvoda megújulásának és kibővülésének köszönhetően ők már a kor igényeinek megfelelő, teljes értékű óvodai nevelésben részesülhetnek. Ezt a fejlesztést közel 60 millió forintba valósította meg az önkormányzat. A tornaszobát a toppos pályázatból, területoperatív programból pályáztuk és nyertünk közel 60 millió forintot. És ezt azért kell megépítenünk, mert egyébként már nem adták volna meg az óvodának a működési engedélyt, már így is kétszer toltuk ki, épp a tornaszoba hiánya miatt. Ez ugye nem csak a tornaszoba épült, a régi épület is szigetelve, ez szóval teljes körülfelújítás volt. Az óvoda átadásán az is elhangzott, hogy a településnek számos fejlesztési terve van a következő időszakra. Így például az Ömbölyre bevezető út felújítása és a széles sávú internet kiépítése is a tervek között szerepel. Az önkormányzat szeretné megtartani az itt élőket, ezért elsősorban a fiatalok nevelését célzó programokat valósítják meg. Ez azonban nem csak Ömbölyi településére igaz. 24 oktatási és nevelési program valósul meg a választókerületben. Itt az 1,3 milliárd forintos iskola bővítéstől kezdve egészen az Ömbölyi tornaszoba átadóig a paletta az nagyon széles. Ebből a 24 programból 6 bölcsődéhez tartozik, 6 új bölcsőde épül a választókerületben, 6 óvodához tartozik, jelesül az Ömbölyi óvoda felújítás is ezen program részét képezi, és 12 iskola újul meg a választókerületünkben az elkövetkezendő másfél-két éven belül. Ilyen formában mintegy 5 milliárd forint oktatás-nevelési lehetőséget kapott a választókerületünk. Sezták Oszkár a fejlesztések sorából kiemelte az útfelújítást, amely a Magyar Falu programból valósulhat meg. A megyei közgyűlés elnöke hozzátette, ez egy hosszú távú program, hiszen 23 ezer kilométernyi út vár felújításra. Ez Ömbölyt is érinti, hiszen nincs hivatás nélküli település. Ezért fontos, hogy a határmenti kis településeken élő gyerekek közszolgáltatásokat érintő lehetőségei megegyezzenek egy modernebb, gazdagabb városba született gyermek lehetőségeivel. Zárta le ünnepi beszédét Sezták Oszkár. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei érintettje is van az autópályán történt balesetnek. Hétfőn kora reggel több autó ütközött össze az M3-as autópályán, a 142-es kilométernél, Gelejnél, a Budapest felé vezető oldalon, közölte honlapján a Borsod megyei rendőrség. Az adatok szerint a sűrű ködben egy személyautó hátulról neki ütközött egy kamionnak, az autó megpördült és az érkező járműveknek csapódott. Az autóban feltehetően egy kisnaményi család utazott, akik közül egy férfi a helyszínen életét vesztette, míg egy férfi és egy nő ellátásuk és kórházba szállításuk közben haltak meg.
A mentők két súlyos sérültet vittek a kórházba, közülük az egyik férfi életét már nem tudták megmenteni. Híradunk felvételekor pedig még az ötödik férfi stabilizálásáért küzdöttek. Továbbá ketten súlyos, négyen köztük egy csecsemő, könnyű sérülést szenvedtek. A balesetben összesen 8 jármű volt érintett. A rendőrség arra hívja fel a közlekedők figyelmét, hogy vezessenek óvatosan, és vegyék figyelembe a megváltozott út és látási viszonyokat. A Magyar Szocialista Párt abban érdekelt, hogy az Európai Unió minél hatékonyabban és harmonikusabban működjön, hangzott el a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Szanyi Tibor, európai parlamenti képviselő és Mesterházi Attila, MSZP-s országgyűlési képviselő kiemelték, nemzeti érdek is, hogy mélyüljön az Európai Unión belüli integráció, mert, mint mondták, ezzel nem csak a kontinens jövőjét formálhatják, hanem Magyarországét is. Úgy fogalmaztak, az Európai Unióra nem szabad csupán nemzetállamok laza szövetségeként és pénzforrásként tekinteni, hanem szerintük az egy értéktár is, melyben az ország és annak szuverenitása erősödhet. A mi perspektívánk, egyébként az Magyar Szocialista Pártnak az, hogy Európa egy halom garanciát is ad a biztonság tekintetében. Ez nem csak a külső fenyegetésekkel szemben, akár gazdasági, akár egyéb fenyegetésekre vonatkozik, hanem tulajdonképpen azoknak az értékeknek a megtarthatósága véget, amire egyébként minden belépő tagország szerződik. Részleges látogatási tilalmat rendeltek el a Jós András Oktató Kórházban, áll az intézmény közleményében. Az emelkedő számú felső légúti hurutos influenzás megbetegedések megelőzése érdekében a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház vezetősége a betegek védelmében január 21-től hétfőtől részleges látogatási tilalmat rendelt el. A látogatási tilalom érinti az anesteziológiai és intenzív terápiás osztályt, a belgyógyászati intenzív részleget, a sürgősségi betegellátó osztályt, az intenzív részleget, valamint a szülészet nőgyógyászati osztály és a gyermekosztály mellett a pulmonológiai osztályt is. Különböző támogatásokkal segíti a jövőben a Nyíregyházi Egyetem az Arany János Tehetséggondozó Programban végzett és a felsőoktatási intézményben tovább tanuló diákokat. A biztosított kedvezményeket szándéknyilatkozatban rögzítették, melyet a Nyíregyházi Egyetemen írt alá az intézmény rektora és a Nyíregyházi Tankerület igazgatója. A szociális hátrányok kompenzációját, valamint a sokirányú tehetségek felkarolását szolgálja az Arany János Tehetséggondozó Program. Az 5 éves programban olyan középiskolás diákok vehetnek részt, akik nem csak hátrányos helyzetűek, hanem tehetségesek és motiváltak is. Ebben a megyében, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében több intézményben is van Arany János tehetséggondozó program, különböző formákban. A Nyíregyházi Tankerületi Központnak a Zrínyi Ilona gimnáziuma és az Ibrányi gimnáziuma is részt vesz ebben. Az Ibrányi gimnáziumban kollégiumi program van, a Zrínyiben pedig a teljes komplex kollégiumi és gimnáziumi tehetséggondozó program. Emlegetem ezt a szót kiemelten, hogy tehetséggondozás, és nem véletlenül, hiszen a program eredeti célja az, hogy a hátrányos helyzetű, ám de tehetséges tanulókat kiemelten segítse, támogassa tanulmányaikban, hogy egykor majd visszakerüljenek szülőföldjükre, és tudják munkájukkal segíteni az itt élők életét. A nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium 2000-ben csatlakozott a tehetséggondozó programhoz. Ebben a tanévben 157 diákok vesz részt benne, közülük 31-en végeznek idén. Ebben a programban rengeteg és hatalmas lehetőségek vannak, nagyon sok támogatást kapunk a programtól, olyan dolgokat, amiket egyébként saját költségből, illetve saját kézből nem igazán tudnánk finanszírozni. Egy hatalmas támogatás ez számunkra, illetve a találtalanulás terén is ugye sok segítséget nyújt. Nagyon-nagyon sok lehetőséget nyújt ez a program, mind a gimnáziumi tanulmányaink alatt rengeteg lehetőség volt számunkra, és szerintem ez a továbbtanulás céljából is nagyon nagy lehetőség lehetne, főleg a duális képzések szempontjából. A Nyíregyházi Egyetem egyik társadalmi szerepvállalása a hátrányos helyzetű, ugyanakkor tehetséges fiatalok támogatása. Éppen ezért a felsőoktatási intézmény rektora és a Nyíregyházi Tankerület igazgatója egy szándéknyilatkozatot írtak alá, melyben azt rögzítették, hogy milyen támogatásokban részesülnek azok a diákok,
akik részt vettek az Arany János tehetséggondozó programban, és a Nyíregyházi Egyetemen folytatják tanulmányaikat. A Nyíregyházi Egyetemnek mindig egy nagyon fontos célkitűzése volt. Egyrészt az, hogy itt maradjanak a fiatalok Szabolcs megyében, másrészt pedig az, hogy támogassuk külön a hátrányos helyzetű tehetséges hallgatókat. Úgyhogy itt ebbe a világszínvonalú kampuszban, a kollégium munkban mindenkinek elhelyezést tudunk biztosítani, de az Arany János tehetséggondozó programban részt vett tanulóknak 15% kedvezményt biztosítunk, illetve akik önköltséges hallgatók, a önköltség mértékét 15%-kal csökkentjük. Az egyetem rektora azt is kiemelte, az egyetemi képzés során a diákok jövője szempontjából hatalmas lehetőség a Magyar Nemzeti Bankkal és a LEGO-val, valamint a duális képzéseknek köszönhetően több nagyobb vállalattal való együttműködés. Változnak a postai tarifák, egyre inkább az elektronikus ügyintézésre próbálják ösztönözni az ügyfeleket. Ennek érdekében egyszerűsíti levéltermék portfólióját a Magyar Posta ZRT, és árakat is emel februártól, közölte a távirati iroda. 5 forinttal emelkedik az 50 g-os levéldíja, valamint az elsőbségi 30 és 50 g-os levéldíja is. Az ajánlott többlet szolgáltatás 320 forint helyett 350 forintba kerül, a tértívevény ára pedig 220 forintról 240 forintra nő jövő hónaptól. Január 22-e a himnusz születésnapja. Kölcsey Ferenc 196 évvel ezelőtt ezen a napon fejezte be nemzeti imánkat Szatmárcsekén. Erre emlékezve 1989 óta a Magyar Kultúra Napját is ünnepeljük. Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Szatmárcseke önkormányzata a Kölcsey Társasággal közösen emlékezett a hétvégén Nyíregyházán, valamint Szatmárcsekén. A résztvevők mindkét helyszínen koszorúzással is tisztelektek Kölcsey Ferenc emléke előtt. A Kölcsey Társaság emlékplakettjét az idén Zsigmond Dezső filmrendező kapta. A Kölcsey emlékérmet Gró Gáspár irodalomtörténész vehette át. Szombaton a Megyeháza adott otthont a Magyar Kultúra Napja ünnepségének. A résztvevőket köszöntötte Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés elnöke is, aki elmondta, minden nemzedéknek kötelessége, hogy továbbadja a kultúráját az utána következőknek. A magyar kultúra az, amit belélegzünk, hogy ezzel a hasonlattal lehet érni, ami éltet bennünket, olyan számunkra, mint a levegő, mint az a ölelő közeg, ami körbevesz bennünket. Hogyha nem lenne ez a kultúránk, akkor nyilvánvalóan már nem lenne magyar nemzet, nem tudnánk olyan életet élni, amely méltó az emberhez. Az ünnepség szónoka Imre László irodalomtörténész kiemelte, a nyelv a megmaradás egyetlen lehetséges módja, nyelvünket védeni létmegőrző kötelességünk. A Megyeházán rendezett műsorban fellépett Dani Attila tárogatóművész, valamint a nagykálói meglepetés ének együttes. A rendezvényen Kántor István a Himnusz képekben című filmjét is megtekinthette a közönség. Az ünnepséget követően az önkormányzatok és civil szervezetek képviselői koszorúkat helyeztek el a himnusz költőjének szobránál a Megyeháza épülete előtt. Vasárnap Szatmárcsekén istentisztelettel kezdődött az ünneplés a református templomban, ahol Palánki Ferenc római katolikus és Fekete Károly református püspök hirdetett igét. A Kölcsey Társaság megemlékezésén az idén is kitüntették a magyar kultúra egy olyan kiemelkedő képviselőjét, aki életművével gazdagítja nemzeti kultúránkat. A Kölcsey emlékplakett díjazottja az idén Zsigmond Dezső, Balázs Béla díjas filmrendező. Laudációjában Bölcskei Gusztáv püspök, a Kölcsey Társaság elnöke úgy fogalmazott, hogy a kitüntetett, aki Szatmárt választott szülőhazájaként szereti, egy olyan örökségnek a mai élő képviselője, akire nagyobb szükség van, mert képes arra, hogy a már ismert dolgokat új szemszögből mutassa be. Egy olyan embert díjaztunk, aki az egész eddigi életművével azt bizonyította, hogy hogyan lehet ember közeli perspektívából felmutatni azokat az értékeket, amelyeket a magyar kultúra nagyon sokféleképpen hordoz. Emberi sorsokban, emberi szokásokban, emberi közösségekben, különösképpen azokban, amelyek itt ezen a tájon maradtak meg. Zsigmond Dezső ünnepi beszédében kiemelte, több mint 3,5 Szatmárban eltöltött évtized után idevalónak érzi magát. Egy olyan világba vágytam mindig, ahol csodálatos dolgok vannak, és itt a folyók,
közelsége, a határon túli, de szinte karnyújtásnyira lévő hegyek, azok a fantasztikus emberek, akik többségében már meghaltak, idős paraszt emberek, akiktől annyi mindent tanulhattam, akik lehet, hogy tanulhattunk, írni, olvasni nem tudtak. De tudósok voltak, akadémikusok voltak a maguk nemében, mert ismerték a természetet. Tilki Attila képviselő szerint a Kölcsey Társaság emlékplakettje kimagasló elismerés. A Kölcsey Társaság mindig olyan egyéniségeknek ad díjat, ami példamutató és iránytű lehet nem csak egy országgyűlési képviselő számára, hanem mindannyiunk számára. Ahogy a Böcskei Püspök úr a társaság elnökének a laudációjába elhangzott, a idei kitüntetett Zsigmond Dezsőjen toronyiránt ember. Az ünnepségen Grógás Pál irodalomtörténész Kölcsey emlékérmet vehetett át a Kölcsey Társaság tevékenységének támogatásáért. A szatmárcsekei református templomban rendezett megemlékezésen közreműködött Csíkos Sándor színművész, valamint a Kantemusz vegyes kar Szabó Soma karnagy vezényletével. A rendezvény Kölcsey sírjának megkoszorúzásával zárult a község temetőjében, ahol az állami szervek, intézmények, pártok és civil szervezetek képviselői hajtottak fejet a himnusz költőjének síremléke előtt. Idegenben szerezte meg 9. bajnoki győzelmét a Nyíregyháza Blue Sharks, a kék cápák az NB1B piros csoportjának 15. fordulójában a budapesti Honvéd otthonában léptek pályára, és végül 85-72-es sikerrel távoztak a fővárosból. A nyíregyháziak csütörtökön 17 órai kezdettel a Budafokot fogadják. A találkozó előtt a Honvéd egy győzelemmel jobban állt a tabellán a nyíregyháziaknál, akikkel a HEP kupa elődöntőjében is találkoznak majd. Az első negyedet a hazaiak nyerték 5 ponttal, a második 10 percben 1 pontot faragtak le hátrányukból a vendégek. A nagy szünet után feljavultak a cápák, akik a vezetést is átvették, majd folyamatosan növelni tudták előnyüket. A záró negyedben már egyértelműen a nyíregyháziak uralták a mérkőzést, és végül 13 pontos győzelemmel zárták a találkozót a vendégek. Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Az első fél időben a Honvéd, ahogyan azt vártuk, érvényesítette azt a kemény védekezését, amit általában a hazai pályán megenged magának mindig, és nagyon ügyesen, nagyon szépen alakították ki a helyzeteket, és nagyon nehezen találtuk az ellenszerét, de szerencsére végre eljutottunk oda, amit nagyon szerettünk volna már sokszor, hogy idegenben így kosárlabdázunk. Fegyelmezetten lépésről lépésre jöttünk vissza, és a második fél időben, amikor már a pick and roll védekezés elleni ellenszer is a birtokunkban volt, akkor már nem volt esélye a Honvédnak. Ehhez az kellett természetesen, hogy megtaláljuk azt a dobóformát, ami a három pontos vonalon túlról is eredményesnek bizonyuljon. A Nyíregyháza Blue Sharks csütörtökön 17 órai kezdett el azt a Budafokot fogadja, amelytől ősszel idegenben 5 pontos vereséget szenvedett. Ez egy nagyon váratlan vereség volt. Úgy gondolom, hogy a csapat hozzáállása akkor nem olyan volt, amilyennek lennie kellett volna ezen a mérkőzésen. Remélem, hogy a srácok is úgy érzik, hogy visszavágás reménye fűti őket, és nagyon bízom benne, hogy egy jó mérkőzésen fogunk tudni győzni. Természetesen nem gondolnám, hogy ennek ellenére egy könnyű találkozó lesz, hiszen akkor meglepetésre kaptunk mi Budafokon ki, de azóta a Budafok nagyon jó teljesítmény nyújt, és komoly mérkőzéseket tud nyerni a bajnokságban. Éppen ezért mindenkit óva intenék attól, hogy egy könnyű találkozóra fogunk mi itt kifutni. Szerintem egy nagy csata lesz, de mindenképpen hazai pályán természetesen nekünk kell győznünk. Az NB1B piros csoportjának tabelláját a Veszprém vezeti 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 13-1-es mutatóval álló Mavcot. A Nyíregyháza Blue Sharks 9 győzelemmel és 6 vereséggel az 5. helyen várja az 5-10-9. Helyezett Budafok elleni mérkőzést. Több mint 200 általános iskolás fiatal próbálhatott ki több sportágat Nyíregyházán hétfőn az Aréna Tusa elnevezésű program keretében. Kedden közel 300 középiskolás lép majd pályára a Continental Arénában, hogy kosárlabdában, röplabdában, futballban, asztali teniszben és sakkban mérje össze tudását. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Hiszek Benne sportprogram keretében támogatja a kétnapos rendezvényt, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a testmozgás fontosságára és lehetőséget biztosítson különböző sportágok kipróbálására. Hétfőn Nyíregyházán az Aréna Tusa elnevezésű rendezvényen a megyeszékhely általános iskoláinak diákjaiból alkotott csapatok vették birtokba a Continental Arénát.
Nagyon fontos az, hogy a gyerekek, akik itt nem profik, ezt hangsúlyozni szeretném, van egy szabály, amely egy csapatban csak egy igazolt játékost enged szerepelni egy csapatban, egy sportágban. Az nagyon fontos, hogy azok is, akik nem a rendszeres sportolás elkötelezett hívei általános, vagy éppen már középiskolában, azok is megmutathassák azt, amit tudnak egyrészt, másrészt meg mozogjanak, egy kicsit terheljék a szervezetüket, mert ebben a korban azt gondolom, hogy nem árt, egy kicsit kijönni a televízió, a laptopok és a telefonok világából, és itt ebben a nagyon szép környezetben, a sportpadlón, igazán profi környezetben mutassák meg azt, hogy éppen mit tudnak a mai vagy a holnapi napon. Hornyák Enikő sportreferensi elmondása szerint az oktatási intézményekben nagy volt az érdeklődés az első alkalommal rendezett aréna tusa iránt. Rekordszámú nevezés érkezett, ezért folyamatosan újra kell terveznünk a sorsolásokat. Általános iskolásoknál 220 körüli nevezésnél járunk, középiskolások meg közel 350 fővel neveztek. Rekordszámú a nevezés a labdarúgásban, és nagyon örültünk neki, hogy jött a lánylabdarúgás is, nagyon magas létszámú csoportok jöttek össze, illetve ami nagyon jó volt, hogy a vegyes játékként indult a röplabda, és ott is nagyon sok iskola nevezett, hiszen itt most amatőr sportolók sportolnak, nem igazoltak, elsősorban könnyítésként egy igazolt lehet a csapatban, és nagyon sokan fognak asztalitaniszezni, van olyan kategória, ahol 25 nevezés érkezett asztalitaniszben, és a sakk is látszik, hogy Nyíregyházán egyre népszerűbb, több iskolában működnek ugye a sakkprogramok, ez is alátámasztotta azt, hogy ott is külön fiú, lány és igazolt kategóriát kellett indítanunk. A rendezvény egyik célja a tehetségek kiválasztása, így az a fiatal, aki valamelyik pályán kiemelkedően teljesít, a jövőben akár szervezett keretek között is űzheti választó sportágát. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Tornaszobával bővült a nyírbélteki Gyöngyszem óvoda Ömbölyi tagintézménye. A fejlesztést közel 60 millió forintból valósította meg a település önkormányzata, melynek keretében az új tornaszoba mellett kialakítottak egy orvosi és egy logopédiai foglalkoztató szobát, valamint egy akadálymentes mosdót is. Emellett megtörtént az óvoda teljes épületén az energetikai korszerűsítés is. A Nyíregyházi Egyetem egyik társadalmi szerepvállalása a hátrányos helyzetű, ugyanakkor tehetséges fiatalok támogatása. Éppen ezért a felsőoktatási intézmény rektora és a Nyíregyházi Tankerület igazgatója egy szándéknyilatkozatot írtak alá, melyben azt rögzítették, hogy milyen támogatásokban részesülnek azok a diákok, akik részt vettek az Arany János tehetséggondozó programban, és a Nyíregyházi Egyetemen folytatják tanulmányaikat. Január 22-e a himnusz születésnapja. Kölcsey Ferenc 196 évvel ezelőtt ezen a napon fejezte be nemzeti imánkat Szatmárcsekén. Erre emlékezve 1989 óta a Magyar Kultúra Napját is ünnepeljük. Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Szatmárcseke önkormányzata a Kölcsey Társasággal közösen emlékezett a hétvégén Nyíregyházán, valamint Szatmárcsekén. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták január 21-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!